Hát egy olyan 30 dekás szerintem. A Nepomuki Szent János lovagrend rendezett a napokban horgászversenyt a lányoknak, asszonyoknak a Veselényi tavon. A megmérettetése leány és felnőtt kategóriában lehetett nevezni. A kiírás szerint egy versenyző egy bottal bármilyen szerelékkel pecázhatott, de inkább az úszós készséget választották a versenyzők. A szabályok nem voltak szigorúak, a cél minél több halat fogni a megmérettetés ideje alatt. A verseny úgy lett meghirdetve, hogy minden kifogott halnak az össúlyát mérlegeljük, és ezáltal a súly alapján lesz megállapítható az első, második, harmadik és minden hely. Természetesen minden résztvevőt díjazunk, akik elején végeznek, azok választhatnak majd a díjakból először, és hát így haladunk sorba a súly alapján. A versenyen leginkább csontival horgáztak kárászra, de horogra akadt néhány kisebb pont is. 30-40 dekás kárászok szépen sorakoznak a horgainkra. A főszervező elmondta, úgy látja, hogy az ilyen rendezvények abban is segítenek, hogy a hölgyek bátrabban vegyenek a kezükbe horgászbotot. Sokszor a hölgyek feszélyezve érzik magukat, nehezebben indulnak ki a vízpartra, pedig számukra is, akinek természetesen affinitása van hozzá, annak ugyanolyan felüdülést, ugyanolyan relaxációt, mentális felüdülést jelent a vízparton eltöltött idő, és hogyha ne adj úristen beköszön az az egy-két halacska, akkor még az az izgalom is tár. Hozzá. A verseny végeredményekként a lánykorcsoportban Kónya Orsolya 11,5 kg-mal, a felnőtteknél pedig Puskás Gáborné 7,8 kg-mal végzett az élen.